Tölgyesi Péter a vendégünk, akinek a véleményére mindig sokan lennének kíváncsiak, de aki televízióban nagyon régóta nem szólalt meg, és az utóbbi időben írásban is csak rendkívül ritkán. Az elmúlt napokban azonban három részes, hosszú és aprólékos elemzést publikált a HVG-ben, nem csak a választási esélyekről, de a mélyebb politikai folyamatokról is. Jó estét kívánok! Jó estét! Megszólalását legalábbis írásban. Miért mostanra időzítette egy héttel a választások előtt, és nem mondjuk a kampány elé, hiszen hát nagyon sokan, ezt a szerkesztőséget is beleértve, folyamatosan próbálkoztak azzal, hogy ön szóra bírják. Úgy éreztem, hogy kötelességem megszólalni még a választások előtt, és ekkora lettem kész. Így született ez a szöveg. Lehet, hogy most nem a legjobb az ideje a szólásnak, mert ez a háborúnak és a harcnak az ideje. Egy rendes országban is, tehát olyan, ahol jól mennek a dolgok, a kampány az alapvetően nem a higgadt gondolkodásé, hanem az ütközésnek az időpontja. Ma volt talán épp az ütközéseknek az egyik csúcspontja, a másik meg tegnap. Egyébként mi a véleménye a hétvégi eseményekről, figyelve a két rendezvényt, meg a két tömeg méretét? Mi az, amit ez például egyáltalán elmond a helyzetről? A jobb oldal hozta azt, amit hozni szokott, hatalmas nagy közönség, és Orbán Viktor újra felmutatta, hogy őt nagyon szereti a közönségét. A közönségének a jelentős része úgy gondolja, hogy szabályos új honfoglalás történt Magyarországon, és nagyon-nagyon sokan vannak, sokszor a többen, mint a baloldal közönsége. A baloldal volt, aki újat mutatott, először is végre nem vitatkoztak egymással, ami azért ugye egy héttel a választások előtt elvárható tőlük. A másik, ami nagyon fontos volt, és ami nélkül kampányt nem lehet megvívni, hogy felmutatták a hitet. Tehát eddig olyan érzésem volt, hogy még ők sem nagyon hisznek abba, amit mondanak. Most úgy tűnt, hogy hittel neki mennek, és gondolnak arra, hogy esetleg még nyerhetnek. És át tudták ezeken a beszédeken át vinni a közönségükre. Legalábbis azokra, akik ott voltak a téren, illetőleg azokra, akik lelkes baloldali szavazók lehetnek. Hit nélkül nincs diadal, tehát aki föladja eleve, az eleve vesztes. És ha valaki ezt pontosan tudja, az éppen Orbán Viktor. Emlékezzen vissza 2002-re, minden szám azt mutatta, hogy az első fordulóban már elvesztette a választást, és aztán majdnem fordított. Mert tele volt hittel, akarattal, elővel. Ma, mintha a baloldal mutatott volna valami ilyesmit. Egyébként ön is azt írta, hogy még nyerhetnek, de azt is írta ugyanabban a mondatban, hogy kormányváltás is lehet, meg 70%-os Fidesz többség is. Azért ez egész elképesztő, hogy ennyire nyitott legyen egy küzdelem egy héttel a választások előtt. Hogyan lehetséges? Hát először is a közvéleménykutatások többször bizonyultak nem kellően megbízhatónak, másodszor pedig hallatlanul billenékeny a választási rendszer. Még billenékenyebb, mint volt. Tehát, hogyha néhány százalékpontot változik a első és a második közötti különbség, sok-sok mandátum mehet ide vagy oda. Alapvetően ez számít, hogy az első és a második között mekkora a különbség. Ha ez kicsi, akkor szoros eredmény van, ha nagyon nagy, akkor söpör. Méghozzá nagyon söpör az első. Furcsa mód azt mondom, hogy a Fidesznek lehet, hogy a legkellemetlenebb eredmény egy 70 fölötti lenne. De gondolj el, hogy ez angolul hogyan lehet megmagyarázni bárkinek is. Ugye a nyugati világban... Angolul landslide, victory, fölcsutamlásszerű győzelem. Ezt gondolom ilyen nincsen. Ilyen csak Kelet-Európában van. Tehát ennél Belorussziában még erősebb szokott lenni, de a nyugati demokráciában, hogy ilyen sok mandátumot szerezzen valaki, ilyen nincsen. Még kétharmad se nagyon van, de azt Magyarországon már úgy tetszik szokásosra lett. Orbán Viktor be is jelentette, hogy az a célja a választásoknak, de 70% fölé menni, az már sok. Ez a választások legitimitását is megkérdőjelezni? Tehát, hogyha lenne egy ilyen elsöprő eredmény, akkor azonnal mondjuk a nemzetközi közösség szemében is még sokkal inkább számítana az a rengeteg apró részlet, amire felszokták hívni elsősorban ellenzéki politikusok, persze meg elemzők a figyelmet, hogy hány ponton lejt a pálya a Fidesz felé? A baloldal egész biztos ezt fogja mondani, tehát nem arról fog beszélni első lépcsőben, hogy ő gyenge volt és ezért veszített, hanem meg fogja kérdőjelezni a legitimitást. Ez Magyarországon sajnos szokásos, tehát már régóta szokásos. Tulajdonképpen az első pillanattól kezdve már mind a 90-es választások óta. Ebben az esetben mi? Lejt a pálya egyértelműen. Tehát maga a közjogi berendezkedés is lejt, és az egyéb feltételek meg különösek. Különösen média hozzáférés, mi egyéb egyértelműen lejt. Módszeresen úgy van beállítva a választási rendszer, és az egész, hogy a Fidesznek hallatlanul kedvez. A Fideszben nagyon mély elszánás van, hogy nem mehet így tovább.
Tehát az a váltógazdaság, ami eddig volt Magyarországon, az rengeteg kárt okozott az országnak, és ki kell, hogy mondjam, hogy én is így gondolom, tehát ez ebben a formában, ahogy volt, ez rengeteg kárt okoz, és a Fideszben nagyon sokan azt gondolják, hogy soha többet ilyen váltógazdaság ne legyen, nálunk van jó kézben a hatalom, és akkor ez maradjon így. Ez egy nagyon régi technológia Magyarországon, tulajdonképpen a dualizmus korában és a két világháború között mindig így volt, mindig lehetett a pálya az egységes, most centrális helyzetű párt felé. Most ugyanezzel próbál kilépni a Fidesz ebből a szörnyű szembenállásból, ami rettenetes bajokat okozott. Az elemzésében megindokolta nem csak azt, hogy hogyan lehet az ország érdekének látni azt, hogyha az ember az ellenzéket minél hosszabb távon majd, hogy nem ki is iktatja a küzdelemből, de azt is, hogy hogyan lehet ugyanezzel a logikával az ország érdekének és a gonosszal szembeni harcnak látni azt, hogyha az ember minél több gazdasági és politikai és pozíciókban rejlő hatalmat próbál meg a saját tér felén összpontosítani. De mennyiben védhető ez a gondolkodás? Azt hiszem, hogy ez a bajoknak az egyik fő oka. Tehát a magyar demokrácia régóta egyre kevésbé képes kezelni azokat a bajokat, amelyek Magyarországon vannak, már pedig bajok azok jócskán vannak, sőt, egyre több van. És ki kell, hogy mondjam, hogy a korai tömegdemokráciákban ez típusosan így van, és kitaláltak mindenféle technológiát arra, hogy hogyan lehet enyhíteni az ilyen típusú bajokat. Nagy koalíciót kötöttek, sok-sok párt konszenzussal együttműködött, elnöki rendszer lett valami nagy neves nemzeti megmentő mögött, De Gaulle mögött, vagy egyszerűen a választók döntöttek úgy, hogy hát olyan jó az egyik többség, hogy 20-valahány évig nem is engedünk oda mást. A Fidesz ilyesmit akar, csak hogy nem valamiféle megállapodásra a nagy koalíció vagy valami ilyesmivel, vagy egy nemzeti hőssel, hanem a közjogi hatalom megosztási szabályoknak a manipulálásával. Tehát a cél, az, ha úgy tetszik, még legitim is volna, ez így nem maradhat tovább, már mindez az éles szembenállás. Az eszközök azok olyan mértékig vitathatóak, hogy nincs olyan erő Magyarországon a közéletben, a Fidesz táborán kívül, aki ezeket elfogadná. Mi a választás tétje ön szerint, vagy miről szól? Ugye mai rendezvényen Fodor Gábor felsorolt néhány szembeállított fogalmat, amiben a rabság és a szabadság, a kelet és a nyugat, Brüsszel és Putyin is szerepel. Ezek nagyon tetszető szembenállítások, mindkét félnek ez a szembenállítása van, és már tizenvalahány éve hallhatjuk ezeket. Aztán, amikor kormányoznak, akkor mindig kiderül, hogy ugyanazt a probléma köteget akarják megoldani, és nagyon sokszor ugyanolyan módon. Itt van például a tandíj, ma is elhangzott, hogy nem lesz tandíj. Na most hát nem olyan régen teljesen cserélődtek a szerepek, akkor a baloldal próbált tandíjat bevezetni, és a Fidesz népszavazáson követelte, hogy ne legyen. Ugye nem volt olyan nagyon régen, még a fiatalok is emlékezhetnek rá, és ez tömegesen így van. Tehát tömegesen azt lehet találni, hogy messze nem akkora a különbség, mint ahogy mondják. Tudja, valahogy el kell vinni a szavazókat, és tetében a magyar történelemben nagyon régóta benne van ez is, hogy itt ördög és angyal viaskodik egymással. Az ördögöt távol kell tartani a hatalomtól, a kormányzástól, és csak egy erő az, aki kormányképes. És ez próbál legitimálni minden gazságot. De mi is lopunk, igen, lopunk, mondják a felek, gyanús módon finanszírozzuk a pártunkat, de ezt mi azért csináljuk, hogy győzzön a jó. Ha a sajátról van szó. A másik az meg ugye a maffia állam, meg a végtelen gonosz. Tehát azt lehet mondani, hogy ha visszamegyünk az időbe, ezeket a defekteket, veszélyeket, igen, nagyrészt a pártok egymástól tanulták el. Kicsibe valamelyik elkezdte, ki kell, hogy mondjam, hogy általában ezeket az innovációkat a szocialisták kezdték, már 94 körül, és aztán a Fidesz iparszerűvé, rendszerszerűvé hatalmassá tette. A Fidesz tetterős, cselekvőképes párt, ha valami belekezd, akkor az nagyon csinálja, nem áll meg félúton. A szocialisták hajlamosabbak voltak félúton megállni, de hogy egymástól tanulták el a különböző technológiákat, az bizonyos. Azt írja az elemzésében, és ez talán az egyik legerősebb mondat, hogy ha a Fidesz hatalmon marad, akkor nemzeti katasztrófába rohanhat az ország. És akkor is, hogyha marad ez az erős szembenállás, már mind a két félnek az ilyetén erős szembenállása. Alapvetően azt lehet állítani, már részben megvan ez a nagyon nagy baj. Ha megnézzük, ez a 20 év további lemaradást hozott Magyarországnak, sőt, tulajdonképpen 40 éve az első olajválság óta állandó a válság. Volt egy-egy jobb év, de azok már régebben voltak, kevéssé is emlékszünk rájuk, és közben pedig a többi ország megy el mellettünk. Tehát először ugye Szlovákia előzött meg minket, más értette a magyar önérzetet, de itt van Lengyelország.
a 80-as években minden magyar úgy gondolta, hogy a lengyelek reménytelenesek. Külföldiek, tehát a nyugatiak is így gondolták. 90-ben 31% ponttal volt előttünk egy főre vetített bruttó hazai terméket tekintve Lengyelország, és most már nem régen megelőzött. Egyes adatok szerint Oroszország már megelőzött, más adatok szerint nem sokára fog megelőzni. Láttam olyan románc, nagyon szakértőnek föltüntetett számítást, ami 7-8 évre tette azt, hogy Románia megelőzte. Tehát van egy drámai térség, térvesztés, tehát nem, hogy az első helyért versenyzünk, hanem a közvetlen térségben, a visegrádiak között utolsóak kezdünk lenni. Ausztriához képest meg egyenesen rémületes. Próbáltam keresni adatokat, hogy mikor voltunk ilyen messze Ausztriától. Kétszer messzebb vagyunk, mint voltunk 38-ban, és alig találni adatot. Valamikor a 18. században, tehát mondjuk Mária Terézia ideje lehettünk. Erre nehéz mást mondani, mint hogy drámai. És azt írja erről a 4 évtizedesnek nevezett politikai válságból, hogy addig igazából nem lehet belőle kikerülni, amíg a két blokknak ezt a kártékony kölcsönhatását nem lehet valamiképpen megtörni vagy megkerülni. De azt is írja, hogy ugyanilyen megbénító jelenség a populáris ígéretek vonzása Magyarországon. Valóban Horn Gyulához eredezteti ezt is vissza, hogy ő először a nyugdíjasoknak ingyenes utazást ígért, és azóta mindenki ilyen ígéretekkel próbál kampányolni, és azt írja, hogy amíg a rezsicsökkentésről szólhat egy választás, addig nem sok jótban reménykedhetünk. Ezek elég alapvető dolgoknak tűnnek, mind a két blokk, mind a populizmus. Mi reményünk van arra, hogy ezekből sikerül, ezekből az ördögi körökből kitörni, és hogyan, és milyen irányba? Az ilyen nyers populizmuson csak a választó segíthet. Tehát, hogyha azt érzi a politikus, hogy a választóknak pont ez kell, tehát a választó arra vágyik, hogy hazudjanak nekik, és sokszor érezi ilyet a politikus, akkor meg fogja kapni a választó ezeket. Jól fölépített gépezetek, több száz ember dolgozik egy ilyen kampányon, kitalálják minden szavát, jól fizetett szakértők, és aztán dől a Na, de tévéken, a politika és a politikusok által irányított társadalmi gépezet erre neveli az embereket, akkor mitől ne ezt igazolnák vissza, mitől ne így működne? És ez veszélytheti el sok más mellett az országot. Kitörés ebből az lehet, hogyha ilyen ajándékszerű dolgot kínálnak föl a pártok, akkor legalább először a közönség egy része, aztán egyre nagyobb része azt mondja, hogy ilyesmi nem kell. Ami teljesen irracionális, az nem kell. De ezt meg kéne változni például a nyilvánosság szerkezetének. Tehát olyan sajtó alig-alig van, ami az egész magyar nemzeti közösséget próbálja megcélozni. Van ilyen, de egyre inkább olyan a sajtó, hogy van jobboldali, baloldali, átjárás, átbeszélés nincs. Mindenütt mondjuk mantraszerűen a saját igazságunkat. A közönség jelentős része erre vágyik. Tehát a közönség jelentős része arra vágyik, hogy a saját előítéleteit, a saját sajtója az napról napra mondjuk megerősítse. Ilyen példákat Nyugat-Európából is ismerünk, hogy ott van a jobboldali, baloldali sajtó, és mindenki úgy olvassa, hogy tudja, hogy mire számíthat. A választások előtt pedig a szerkesztőségek állást is foglalnak, hogy kire kell szavazni. Hol itt a különbség? Először is nincs ekkora baj. Tehát a nyugati demokráciákat csak tovább kell működtetni, nem megalapozni. Ez egy induló demokrácia, egy induló piacgazdaság. Egészen más technológiák voltak a 45 után, mikor ezeket az országok sikeresen megalapozták, és most. A másik, hogy van egy mértékadó sajtó, aminek azért valamelyest meg kell felelni. Tehát majd minden országban vannak, főleg nyomtatott sajtóban, televízióban, rádióban olyanok, akik az egész közösségnek szólnak. Lehet, hogy kicsit irányzatosak, de azért mégis érdemes odafigyelni a véleményükre. Magyarországon van ilyen, de nagyon kevés, és egyre kevesebb van. Tehát sokat romlott a nyilvánosság szerkezete a 90-es évek eleje óta. Ami a társadalmi koncepciót illeti, azt írja, hogy Orbán Viktor társadalmi víziója az olyan mértékben bekövesedett, már nem ezt a kifejezést használja, de gyakorlatilag annyira megvan, hogy már nem nagyon lehet rajta változtatni. Mi az, amiben ez áll? Mi az orbánizmus lényege ön szerint? Szerintem egy válasz erre a hatalmas kudarc sorozatra, ami ezt a nemzetet érte. Ugye ennek az országnak azt lehet mondani, hogy 53-tól hullámokba egyre inkább azt mondták a vezetői, hogy itt újra kell polgárosítani, piacosítani kell, az a rendszerváltás után még erősebben, és ez nem sikerült. Nyilvánvaló, hogy akik hívei voltak, reformközgazdászok, más hasonló szerzetek elmondanák, hogyha még 5 dolgot másképp csináltak volna, akkor előbbre lennénk, és nem lenne ebből ilyen baj, de akárhogy is van, itt nagyon sok idő eltelt. A legitimációja a változásoknak az volt, hogy itt végre kapitalizmus lesz, és ezzel utol fogjuk érni Európát, és minden adat azt mondja, hogy éppen nem, hogy utol érjük, hanem lefelé megyünk. És erre előjött Orbán Viktor, aki szerintem az elején
Tehát egy 5 évvel ezelőtt még nem tudta, hogy szabadságharcot fog folytatni. Egy dolgot akart, nagyon adót akart csökkenteni, úgy, ahogy elmondta, egy kulcsos adóval, mi egyébvel, amivel tele volt a magyar közgazdás szakma. Tehát nagyon sok baloldalhoz kötődő ember is egy kulcsos adót akart. Sőt, ugye horribile dictu, Bajné Gordon ezt be is vezette. Bekerült a törvénybe egy 17%-os kulccsal, 2011-es kezdéssel. Tehát megint egy pont, ahol nem olyan rettenetes távoli a két pártnak a kiinduló pontja. Aztán Orbán Viktor ezt nem tudta megcsinálni a szokott úton, hanem csak a nyugdíjkassa államosításával, az egykori magán nyugdíjpénztárak államosításával és a különadókkal. És ennek a racionalizálásaként, pragmatikus lépésként indult el ez a szabadságharcos dolog, és ez olyan sikeres lett, hallatlanul sikeres, ugye dőltek a szavazók. Kicsit olyan a dolog, mint egy ilyen amerikai filmben a nyerő automata, valaki belerúg az automatába, és egyszer elborítja a tenger sok apró pénz. Nagyon bevált. Gondoljon arra, hogy Magyarországon jelentősen nőttek a társadalmi különbségek. Körülbelül 40%-a a magyaroknak rosszabbul él, mint a választások ideje volt. Hatalmas jövedelmeket csoportosított át a kormány. Ebből nem arra következtetne az ember, hogy mennyire bevált ez a módszer. Ha a baloldal csinálta volna ezt, úgy elvesztené a választás. Sokat, hogy na még. Orbán Viktor mellé tette ezt a szabadságharcos logikát, és azt mondták erre a magyarok, jelentős része minden mérés szerint, hogy hajrá. És ezekben a konkrét ügyekben vannak erre mérések, ugye a rezsicsökkentés 80% fölötti a támogatottsága, és Mesterházi Attila sem merte most azt mondani, hogy nem jó a rezsicsökkentés, hanem azt mondta, hogy a gazdagokat kizárjuk belőle, és még többet adunk a szegényeknek. Szakértők mondtak mindenféle okos dolgot a rezsicsökkentésről, de a magyar nyilvánosságban a hangjuk az nem igazán ért el az átlagválasztóhoz. Az átlagválaszt előtt konszenzus van arról, hogy ez jó, csak még többet kéne adni az embereknek. Szóval ebből egy rendszer épült, ami egyáltalán nem unikum a magyar történelemben. Sőt, a 20. században alapvetően sikertelenek voltunk, és mindig jött egy politikai erő, aminek nagyon röviden és egyszerűen az volt a mondani valója, vegyük el a másét. Az, hogy ki a más, az mindig változott. Ugye itt arisztokraták, zsidók, külföldiek, minden volt. Most az, akitől vegyük el, mert aki miatt mi nem vagyunk elég sikeresek, azok a külföldiek, az egykori baloldali elitek, meg a hozzájuk csatolt részek, bankok, közvetítőkereskedők, a termelő cégek, azok nem tartoznak ide. Vagy akár azok a leszakadó rétegek, akik ugye segélyekből élnek, és talán nem szolgálnak rá? Ez egy régi eszmény a magyar társadalomnak. Tehát a kádári kisember az nagyon így gondolta, hogy az érdemtelen szegényektől el kell venni, és a középosztálynak kell adni. Erre már a kádár korszakban is voltak mérések. Nagyon régi szociológiai kutatások mutatták, hogy a kádár korszak szociálpolitikája kifejezetten szegény ellenes volt, és középosztály barát. Orbán Viktor ugyanezt a, ha úgy tetszik, kádári logikájú középosztálypolitikát csinálja. Inkább szavakban, mert nincs elég pénz, tehát a valódi középrétegek, különösen az alsó középrétegek nem túl sokat kaptak. Aki jelentős támogatást kapott, azok a felsőbb rétegek voltak, de a logika, a deklarált logika az, amit mond. A szegények azok nem érdemlik meg, mert nem dolgoznak elég jól, azok kapjanak támogatást, akik igyekeznek fölfelé. Amikor arról beszél, hogy mennyire bevált ez a recept, akkor nyilván nem gazdasági értelemben mondja, sőt az elemzésében feketén-fehéren kimutatja, hogy gazdasági növekedés nincsen, sőt óriási problémák vannak a gazdaságban, és többször leírja, hogy mekkora hihetetlen különbség van a sikerpropaganda és a valóság között. De hogyha ez így van, akkor hogy ezt mégis ilyen hatékonyan el lehet adni ezek szerint a kárvallottak csoportjainak is? Azért, mert szerintem több száz éves beállítódásokról van szó. Tehát a magyar társadalom körülbelül egy olyan 150 éve találkozott a kapitalizmussal. Egyes rétegei azok alkalmazottak a kapitalizmushoz, részben külföldiek, részben itthoni magyarok. Első pillanatú kezdve egy jókora irítség vette körül ezeket a csoportokat, de az egész társadalom sose fogadta el a kapitalizmusnak az eszméjét. Most ugyanez az antikapitalizmus jelenik meg ezekben a szövegekben, hallatlan hatékonysággal. Míg a baloldal állandóan arról beszélt, hogy a külföldi elvárásoknak kell megfelelni, és akkor majd jó lesz. Az EU így akarja, meg úgy akarja. Orbán Viktor azt mondja, hogy legyünk végre magyarok. Használjuk a nemzeti öncélúságot. Ez egy 30-as évekbeli kifejezés. Legyünk végre igazán magyarok, és hízeleg a nemzeti önérzetnek. Tele van a magyarok feje, és mi vagyunk a legjobbak. Iszonyú tehetségesek vagyunk. Mennyi Nobel-díjasok vagyunk. Milyen nagyszerűk a boraink. Ennivalóink. Ugyanezeket a dolgokat lehetett hallani 150 évvel ezelőtt is. Van egy remek tanulmány a Szegfű Gyulának 1920
22-ből, a Magyar Bortermelő Lelki Alkota, ez a címe. És hát arról szól a tanulmány, hogy miért nem versenyképesek a magyar bortermelők, és részben ezért, mert nem hajlandók a külföldi piachoz igazodni, és már Veselényi Miklós, ha jól emlékszem, 1817-ben azt mondta, hogy az mond ilyet, aki, hogy a magyar bor a világ legjobb bor, és a külföldiek nem értik, hogy ezt kéne inniuk, aki még nem ivott igazán külföldi bort. Ha már említi a hungarikumokat, akkor ez a politikai recept is az, mert hogy ugye egyfelől leírja, hogy ez mennyire veszélyes, de másfelől azt is mondja, hogy még az sincs kizárva, hogy ezt mások is átvehetik Nyugat-Európában. Ott is akár, ugye a rezsicsökkentés ötlet Angliában is valamelyest előjött, az ottani ellenzéki párt vetette elő, de különösen a térségben. Hogyha a térség bajba kerül, és ott is előjönnek ezek a válságjelek, mint amik Magyarországon előjöttek, és van olyan ország, ahol előjött, akkor bizony mintaadó példa lehet Magyarország. Lengyelországban vannak már ilyesmire jelek, ugye a Kaczyński féle párt egészen jól áll, és azt lehet mondani, hogy ez többször előfordult ám, hogy Magyarország mintaadó országgá vált. Tehát először jelenik meg nálunk a probléma, kitermelődik egy magyar válasz, és aztán a térségben másodt is a probléma jelenik meg, és részben a válasz is. Sikeres is lehet ez a válasz, vagy csak mintaadó? Attól függ, hogy mi a helyzet a világban. Szerintem az Orbán rendszer persze belföldileg is dől el, tehát nem mindegy, hogy a magyarok mit gondolnak, de az egyáltalán nem mindegy, hogy a nemzetközi környezet milyen. Tehát azt hiszem, hogy ha ez a mérsékelt válság marad az egész világban, mint ami mostanában van az utóbbi években, az nagyon kedvez a tartós fönnmaradásnak. Akkor hitet, állandóságot, szokásszerűséget, valami otthonosságot tud adni ez a rendszer, nagyon tartós is lehet. A másik eset, hogyha hirtelen valami nagyon nagy krach jön be, az minden rendszert megrendíthet, ugye egy nagyon komoly válság. A harmadik lehetőség meg, hogy a kapitalizmusnak ezek a rombolva teremtő erői, amit a magyarok nem értenek, nem is nagyon akarnak megérteni, ezek újra győznek, és egy jelentős konjunktúra indul el az egész világban, akkor kiderül, hogy ki a jobb. A Gyurcsány rendszernek, a Gyurcsány időknek rettenetes nagy problémát jelentett, hogy a többiek száguldanak, mi meg helybe járunk. Hogyha ugyanez bekövetkezik, ez akkori magyar kormánynak, tehát adott esetben az Orbán kormánynak is problémákat jelent. De ez ahogy tetszik, a jövő. A jelen az, hogy mérsékelt válságban van az egész térség, és bizony már most is sokan mondják azt, hogy Orbán Viktor követendő példa lehet. De ha jól értem, akkor ez a módszer és ez a példa az elsősorban a hatalom megtartására alkalmas, nem pedig a valódi kilábalásra. Sőt, az elemzésében is azt írja, hogy amit az első pillanattól ez az Orbán kormány csinált, az nem az ország hosszú távú érdekében való kormányzás, hanem a következő választásokra való készülés, a hatalom megtartása érdekében való kormányzás. Másfelől azt is írja, hogy a baloldal pedig soha nem volt ennyire kevéssé felkészülve a kormányzásra, mint most. Nem tudom, hogy ezt mire alapozza, nagyon érdekelne, hiszen hát tele van a padlása az kormányváltó erők valamennyi részelemmel, nyilvánosságra hozott számtalan tanulmányt és választási programot és kormányprogramot. De miért lennének ők kevésbé felkészülve a kormányzásra, mint az a Fidesz, amiről azt írja, hogy eddig is csak a saját érdekében kormányzott? Szerintem a Fideszről beszéltünk már elég sokat, vágjunk neki a baloldalnak, ezt javasolnám. Tehát először is a felkészültségnek az első elem, hogy legyen egy jól elfogadott, legalább a saját közönség előtt elfogadott miniszterelnök jelölt. Kérdezném, illő tisztelettel van. Most a héten van, de 8-9 héttel ezelőtt még nem volt. A második, hogy legyen egy csapat. Tehát akikről tudjuk, hogy majd ők fogják Magyarországot kormányozni. Ilyenről nem tudunk. Találgatások vannak, de ennek a rendes bejelentése nem volt. De ennél van egy a legsúlyosabb probléma az, hogy az Orbán rendszernek van egy örökség rendszere. Sokan mondják, hogy ez a közjogi törvények, a rengeteg kétharmados törvény, meg hogy mindenütt Orbán által kinevezett emberek vannak. Ez is egy fontos gondot jelentene egy másik kormánynak. De valójában csekélyet ahhoz képest, hogy itt egy hatalmas örökség van. Először is vannak ezek a különadók. Aztán van egy csomó rendkívüli intézkedés, aztán hatalmas centralizáció. Aztán, mit tudom én, a családtámogatásnak a rendszere gyökeresen átalakult. Családi pótlék helyett döntően adórendszeren keresztül a támogatás. A szegény ellátás is egész másképp működik. Hogyha ezeket át akarna alakítani egy baloldali kormány nagyjából az elképzelései szerint, a végső tétel több mint 1000 milliárd forint. Egészen bizonyos. Tehát az inkább alulbecslés.
És egyetlen egy dolog pontról beszél a baloldal, hogy ő itt, úgy tetszik, plusz pénzeket vonna be, nem túl nyíltan, de beszél arról, hogy azon kevés adófizető, aki tényleg magas adóalapot jelent be, azoknak lényegesen magasabb legyen az adója. Ezt látni kéne, hogy ez pontosan mit jelent, hogy ebben mennyi pénz jön be, de egész biztos, hogy 1000 milliárdnál nagyobb összeg nem jön be. Hogy mondjam, láttunk már baloldali kormányt. Most is elhangzott ígéret most a hétvégén, hogy 50%-kal felemeljük a minimálbért. Szabályos közgazdasági konszenzus van arról, hogy a mostani is foglalkoztatást zavaró tényező, mármint hogy túl magas a magyar piaci viszonyokhoz között. Ez nagyon tetszetős egy ilyen választási rendezvényen, de normál számítás szerint ez számítások, modellezések vannak, ez növeli a munkanélküliséget, mert vannak olyan ágazatok, főleg a mezőgazdasága, ahol a mostani minimálbér is már túl magasnak számít. Tehát ezeken igazán módszeresen a baloldal egyáltalán nem néz szembe, és ebből nagyon hamar egy túlköltekezés lehet. 2002-ben láttunk már ilyet. És bizonyos értelemben a gazdasági bajok, a súlyos gazdasági bajok éppen ezzel kezdődtek. Mennyiben kedvezhet ez a helyzet az LMP-nek, vagy a Jobbiknak, és mi várható tőlük? Erre elég sok mérés van. Szerintem az abszolút számot a közönkutatók lehet, hogy elvétik. Lehet, hogy nem vétik el, nem tudjuk. De a tendenciákat alapvetően jól szokták mutatni. Tehát a változást azt jól szokták mutatni. És az utolsó néhány hét fejleménye, hogy a magyar közvélemény nem igazán fogadta el a koalíciónak ezt a formáját. És ahol komoly növekedés van, néha ugrásszerű egyes mérések szerint, ez a Jobbik és az LMP. Tehát az LMP beljutását nagyon valószínű. Nek veszi a legtöbb közvélemkutató, és van olyan, aki a Jobbiknál szinte kétszeres növekedést mutat ki. Már az sem tűnik ilyen légből kapott ötletnek, hogy a Jobbik esetleg jobb eredményt ér el, mint 4 évvel ezelőtt, és esetleg még a közelébe kerülhet a baloldali együttműködésnek. Tehát adatok vannak arra, hogy az a hit, ami a baloldalon megvolt, hogy ez az összefogás önmagában megmozgatja az embereket, egyelőre nem úgy néz ki, hogy ez bekövetkezett. Tehát többlet hozadéka úgy tűnik ennek a koalíciós fölállásnak nincsen, vagy kevés van. Mennyiben van a kormánypártoknak felelőssége a Jobbik megerősödésében? És egyáltalán mit lehet tudni az ő viszonyukról? Lett egy versengő viszony, vagy egy látens partneri viszony van? A baloldalon nagyon sokan azt gondolják, hogy titokban ők szeretik egymást, és barátok. A leghatározottan azt gondolom, hogy ez nincs így. De az, van például egy nagyon fontos vonása a Jobbiknak, hogy óriási arányban magához vonzotta a legfiatalabb generációkat. Most azt hiszem, hogy a létező baloldalnak talán ez a legnagyobb kritikája. Tehát Magyarországon a 30-as évek után újra a rendszer tagadó fiatalos radikalizmus nem baloldali formában jelent meg, hanem a Jobbik képében. Volt olyan év, mikor a Jobbik a legfiatalabb generációkban 40%-hoz közelít. Tehát mérések szerint a legjobb egyetemeken, nem annyira közgazdász egyetemmel, hanem inkább humán szakokon, akár 60% fölötti támogatást is mértek felvételeken a Jobbikra. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a Fidesznek szerintem jó. Tehát, hogy a fiatal generáció az a jobboldali nézeteket tanulja meg, és nem a baloldalra megy kvázi tartalék erőként. De ennél több nincsen. Tehát Orbán Viktor egész biztos, hogy egyedül akar kormányozni, és nem titokban a Jobbikkal. Például a választási rendszernek a legnagyobb vesztese a Jobbik. Tehát a baloldalon állandóan elmondják, hogy kitolt velük a Fidesz, és ebben sok igazság van, de ennél nagyobb vesztes egy van, a Jobbik. Mert még koalíciót se tudott kötni. Minden esély amellett szól, hogy valószínűleg nem nyer egyéni kerület. Tehát egyet se. Nem nagyon hiszem, hogy ez ne így lenne. Tehát azt hiszem, hogy Orbán Viktor nem véletlenül mondja azt, hogy csak a Fidesz. Ez nem is annyira az MSZP ellen szól, hiszen nehéz feltételezni, hogy van olyan szavazó, aki egyénibe bedobja a Fideszt és a listán meg a szocialistákat. Ez bizony a Jobbik ellen szól, meg persze az ellenkező ellen. Amennyiben Orbán Viktor tovább kormányozhat, ön is írja, hogy óriási igény lenne arra, hogy valamiféle konszolidáció beinduljon. Mekkora reménye van ennek? Nagyon sokan remélik azt, hogy egyszerűen fejükhöz kapnak a politikusok, és egyszerre megokosodnak. Ez jó is lenne, jó lenne ezt elképzelni. Csak részint a történelmi tapasztalat, részint a magyar tapasztalat azt mondja, hogy ez nem nagyon valószínű. De egyszerűen így gyűlöletiparok vannak.
mind a politikai pártok, de a sajtóban, de a közvéleményben is komoly fogadókészség van. Nagyon nehéz szembenézni azzal, hogy nem vagyunk versenyképesek, nem vagyunk elég jók, az áraink nem eléggé eladhatók. Sokkal egyszerűbb azt gondolom, hogy ez a sok baj, ami ránk szakadt, ez nem a magyar társadalom problémája, nem az ő hibája, úgy tetszik, hanem azokért a másik oldalon. Azok a gonoszok ördögi módon már megint ártanak. Részint ellopják a pénzt, részint meg mindenféle gazságot csinálnak, és én azért vagyok a nyomorult, mert ők csinálták. Hihetetlen fogékony a magyar társadalom erre. Ennyi gond mellett ez teljesen érthető, de nagyon nehéz váltani ebből. Könnyen előfordulhat, hogy még rosszabb is lesz a helyzet. Ugye a térségben láttunk olyan országot, Ukrajnát például, megoldhatatlan lett a szituáció. Én azt tudom elképzelni, hogy olyasmi változhat, hogy bejönnek új szereplők, új emberek, akik nem fogadják el ezt a éles szembenállásnak a logikáját, felmondják ezt, és plusz kellene egy új modell. Orbán Viktornak világos víziója van arról, hogy mi legyen Magyarországon. Kellene egy modell, hogy mi a magyar polgárosodás új modellje. Ilyen modell sikeres utoljára a reformkorban volt, ugye lassan 200. éve lesz Széchenyi és a többiek társaság. Valami ilyesmi is kellene, hogy hogyan lehet Magyarország nyugatos polgári, ami köré esetleg egy új fölállást, egy új konszenzust lehetne teremteni. Nagyon köszönöm, hogy elmondta a véleményét, és szívesen hallgatnám még tovább, de nem tehetem, mert jön a híradó, viszont térjenek vissza hozzánk a híradó után. Itt lesz Tarlós István, és aztán Brugg Gáborral elemezzük a kampány eddigi eseményeit, és ezt az egy hetet, ami még hátra lehet.